Köszöntöm kedves nézőnket, és köszöntöm beszélgető partner dr. Tőrme Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Elgond, majd olyan kérdéshez szeretnék elsősorban beszélgetni, ami Magyarországon mondhatni a nép inger küszöbét igen csak átlőtte. Mai naptól, március 1-től újra nő a képviselők fizetése. Azt írják a sajtó termékek, hogy a képviselők fizetése az átlagkeresethez van kötve, így automatikusan nekik is jár a béremelés, mégpedig 9,7%-kal nőtt az illetményük. Elnök úr, mit szól ehhez, miután a bruttó minimálbér csak 4%-kal nőtt? Magyarországon egy felháborító rendszer működik. Ugye kezdetén az történt, hogy döntettek a miniszterek fizetéséről, döntöttek az országgyűlési képviselők fizetéséről, és mindentől függetlenül döntöttek még az átlagbérekről. Aztán utána rájöttek, hogy ez nem jó, mert akkor minden egyes döntést meg kell indokolni. Most mit szólna a nép, hogyha 4 évente vagy évente azt mondanák, hogy mondjuk a miniszterelnöknek 2 milliót keressen, hanem 3 milliót vagy 4-et. Mit szólnának ahhoz, hogy a képviselők fizetését emelnék, közben a fizetésünk nem emelkedne. Ezért fogtak egy rendszert, és azt mondták, hogy vegyünk egy alapfizetést, és annak a többszörösét, mint szorzó számot vezessük be, és akkor, ha emelkedik mondjuk a képviselő fizetés, akkor már emelkedik a miniszteri fizetés, és emelkedik a miniszteri fizetés, akkor meg mindenkinek a fizetése emelkedik. Én azt gondolom, hogy a magyar parlament képviselője nagyon egyszerűen szembe köpik a magyar népet, és abszolút nem törődnek azzal, hogy a magyar emberek miből élnek meg, hogy viselik el ezeket a nehézségeket. És különösen durvának, sértőnek, fölháborítónak tartom, hogy teszik ezt mindezt most, amikor a vírus és a vírus okozta járvány és a gazdasági nehézségek valamennyünket nagyon súlyosan érintenek. Szóval amikor többen kerül a hús, a kenyér, a tej, és egyáltalán a megélhetés, amikor veszélyben van a munkahelyünk, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőnk, akkor ne szórakozzanak velünk. Egyébként azt gondolom, hogy még a magyar társadalom inger küszöbét ez nem ért el, ugyanis ha a Facebookon tiltakoznak az emberek, az még kevés. Ha majd az utcán azt látom, hogy felszólalnak, vagy legalább azt látjuk, hogy a szakszervezetek mondjuk papíron, mert ahhoz nem kell kimenni az utcára, papíron tiltakoznak ilyen döntések ellen, akkor azt mondom, hogy igen, na most megállt kell mondani. És azt gondolom, hogy nekünk megállt kell mondani a kormánynak is, és a parlamentnek is. Ez nem tartható. A számszerűsítve a kérdésünk az azt jelenti, hogy a bruttó alapfizetése egy parlamenti képviselőnek minimum 1.103.000 forint volt eddig, viszont most az emelésnek köszönhetően 1.210.000 forintra nő, de lehet, hogy ezért még több is, függetlenül attól, hogy ki milyen testületben, illetve más munkában vesz részt. Csak hogy érezzük a különbséget, mennyi most nálunk a bruttó minimálbér? Hát jóval kevesebb, ugye 100.000 forintot éppen, hogy csak meghaladja, de nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a parlamenti munka az nem olyan, amit el kellene ilyen nagy pénzekkel ismerni. Most ugye hogyan történik? Az nem igaz, hogy minden parlamenti képviselő 7 nappal át élve a munkába beleszakadó végzi, amit végez. Hát először is a törvényeket előkészítik, azt hozzák a minisztériumok, szakemberek, akik ezért megkapják a fizetésüket. A parlamenti képviselők többségének az a felelősség, hogy igen mondja. Nem, mert azért már megbünteti a Fidesz, de mondjon rá igen, és akkor kész el van intézve. Most ezért kapjanak milliós fizetéseket. De van egy másik oldala is. A parlamenti képviselő attól a pillanattól kezdve, hogy belép a parlamentbe, elveszíti a kapcsolatot a valóságos társadalommal. Aki orvos volt tegnap, az már nem orvos, hiszen nem gyógyít betegeket. Aki tanított eddig az iskolában, az képviselőként már nem tanít, tehát már nem tudja, hogy mi történik a iskolában. A Munkáspártnak az a vélemény, olyan képviselőkre van szükség, akik ismerik a valóságos életet. És hogy meg is értsék a valóságos élet problémáit, ezért a képviselői fizetés ne legyen több, mint a mindenkori átlag bér.
az ugye több egy kicsit a minimálbérnél, de azért mégsem jövős fizetés, és akkor érezni fogja azt, hogy mi a baj az embereknek, és mit kell az emberekért tenni. Egyébként soha nem fogják, és azért hoznak döntéseket. Ebben az esetben lehet, hogy a jelenlegi képviselők száma megcsapanna, illetve lecserélődne. Ennek viszont az is érdekes, említette itt a frakciófegyelmet, a parlamenti pártok frakcióját, hogy ugye a parlamentben az ellenzék sokszor támadja a kormányt. Sőt, mondhatjuk majdnem, hogy mindig. De most viszont nagyon nagy az egyetértés. Hát persze, a parlamenti képviselők közül nem csak a kormánypártiak kapnak nagyobb fizetést, hanem megkapják az ellenzékiek is. Hát az ellenzéki pártok ugyanúgy lehúzzák az emberekről a nekik járó pénzt, mint ahogy bármelyik más kormánypárt ezt megteszi. Azért tisztességtelen és elfelelően a rendszer. És föl is fog ez a rendszer bomlani és robbanni, mert ellentétek vannak a valóságos élet, a valóságos emberek és a politikát csinálók között. Én nem bánnám, hogy egy csomó képviselő azt mondanám, hogy ezért a pénzért nem vállalom. Képviselőnek lenni szerintem nem foglalkozás, hanem tisztesség dolga, egy megtisztelő feladat, érdeknek a képviseletét jelenti. De ugye tudjuk azt is, hogy az szám, ez csak egy kirakat. Hiszen ez az, ami nyilvános, hogy ennyit keres egy parlamenti képviselő, de viszont még amit plusz juttatást kap, gondolok itt az albérlet hozzájárulásra, akkor is felettem, tehát fővárosi az illető, vagy a gépkocsi használat, etc. Tehát ez erkölcsös kell, lesz szükség van? Hát semmi sem erkölcsös, azt gondolom, hogy itt már az erkölcsös régen nincsen szó. A képviselőket megfizetik. Azért fizetik meg a képviselőket, hogy azokat az ötleteket, törvényeket, elképzeléseket megszavazzák, amit az országvezetői akarnak. Erről szól ez a történet. Megvásárolják a hűségüket és a kitartásukat. Én azt gondolom, hogy nem jó az a rendszer, ahol a parlamenti képviselőség a politikai munka hivatásá, vagy foglalkozásá, pénzkeresési forrásá válik. Ez nem lehet az. Ezért nem hivatásos képviselőkre lenne szükség, hanem pontosan ellenkezőleg olyan, aki otthon végzi a munkáját, és havonta egyszer-kétszer bejön a parlamentbe, és részt vesz a döntésekbe. A másik, ami jelzik, hogy nem tudjuk ellenőrizni a képviselőket. Mi most itt nyöszörgünk, nyavajgunk, tiltakozunk, levelet írunk, megírjuk a Facebookot, de valójában nincs jogunk visszahívni. Azt kell, hogy igenis legyen visszahívható a képviselő. Témát váltva, elnök úr, egy nézői kérdéssel szeretném folytatni a beszélgetést, és itt hívnám fel kedves nézőink figyelmét, hogyha kérdésük van, írjanak önök is egy levelet a 10 percből, vagy gyulava@munkaspart.hu e-mail címre, és a kérdés meg lesz válaszolva. Tehát a nézői kérdés, előző adásainkban, előző két adásunkban a szakszervezetek és a munkáltatók közötti kapcsolatról beszélgettünk, talán innen is a kérdés. Mit gondol a tisztelt elnök úr arról, hogy a cégek alkalmazottikkal aláíratják, hogy nem lehetnek szakszervezet tagjai? Egyáltalán lehet ilyet csinálni? Hát ha ezzel az ötlettel állnak elő, akkor valószínűleg valami alapjuk van, hogy ezt megtegyék. Én azt gondolom, hogy ilyet nem szabad megtenni. Magyarországon a szakszervezeteknek van joguk a szervezkedésre, leszámítva azokat a területeket, ahol a törvény ezt a jogot megmondta. De hát ez csak néhány speciális terület. Egyébként mindenkit lehet szakszervezetet létrehozni, és be lehet lépni a szakszervezetbe. Az egy másik dolog, hogy a munkáltatónak meg nem az az érdeke, hogy vele szembe egy szervezett munkás közösség lépjen fel, hanem az az érdeke, hogy az ne legyen semmilyen szervezet tagja, hanem külön-külön rendezze el a munkaadóval a problémáit. Na most így kellene az ágazati szakszervezeteknek, az országos szakszervezeteknek, a vállalati szakszervezeteknek a lehető leghatározottabban fellépni. A magyar szakszervezeti konfederációknak, amiből több van, mint kellene, azon egységesen kellene megvédeni a saját jogaikat. Mert ma ezt a jogot veszik el, holnap el fognak venni valami más jogot, és teljesen végtelenül marad a tőkével szemben a magyar munkavállaló, magyar dolgozó, magyar munkás. Mit tudunk, hány százalékos szervezettsége van a szakszervezeteknek? Hát 9-10 százaléka a munkavállalóknak tagja ma a szakszervezeteknek, ami nagyon megdöbbenten kevés. Nyártam Belgiumban, persze több száz éves hagyománya van a szakszervezeti mozgalomnak,
De ott van összefogás. Ha ott azt mondják, hogy kérem, általános sztrájk van, akkor az azt jelenti, hogy a vasutas bezárja reggel a brüsszeli félpályóban ajtóját, és oda seti sebe. A taxis nem ül be a taxiba, a buszvezető nem ül a buszhoz, a hévezető nem ül a hévezető ülésébe, áll az ország. És akkor elérnek valami eredményt. De az, hogy nálunk sztrájkolnak fél órát, meg egy órát, meg nem is sztrájkolnak, csak bejelentik, hogy esetleg sztrájkolni fognak, ez így nem megy. Tehát még mindig abban a hitben élnek a magyar szakszervezetek, és sajnos a magyar dolgozó többség is, hogy majd jön valaki, aki majd helyettünk ezt elvégzi, és a sült galambot beteszi a szánkba. Nem, meg kellene 30 év után érteni, hogy csak az a miénk, amiért megküzdünk, és az a küzdelem sajnos egyre keményebbé válik. Akkor így ne csinálkozzanak a szakszervezetek, hogyha a munkatörvénykönyvét és egyéb más dolgokat simán lenyom a munkáltató torkunkra. Elgondolom, a média birodalmába menjünk el egy kicsit. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a Brauer Péter vezette a heti televíziót, a Televízváros Önkormányzat felmondta a szerződést, így a műsorszugárzás ellehetetlenítettek számára. Tehát elnök úr, önök az egyetlen párt, akik kiálltak a televízió csatorna mellett, jól tudom? Ez teljes mértékben így van, és azt is megmondom, hogy miért tettük. Én tisztelem Brauer Péter urat azért, amiért tesz. Egyrészt itt Európának ebben a térségében ő vezeti az egyetlen kifejezetten, kimondottan, bevallottan zsidó televíziót. Kérem szépen, aki fölvállalja a zsidóság érdekeinek képviseletét, aki beszámol arról, hogy mi van Izraelben, aki ezt a problémát nem körmonfontan, hanem nyíltan, őszintén közeli, az megérdemel minden tiszteletet és megbecsülést. Nem is értem egyébként, hogy pont a liberálisok nem állnak mellé ebben a kérdésben. Második dolog, hogy ma ugye elvben van médiaszabadság, van sajtószabadság, de hát nagyon pontosan jól tudjuk, hogy mondjuk a Munkáspártot már a liberális médiából is kizárták, a konzervatív médiából is kizárták, tehát csak az van, amit esetleg nagy nehezen kiküzdünk magunknak. A heti televízió rendszeresen meghívta a Munkáspárt elnökét, szót adott nekünk, bemutatta az újságokat, de nem csak bennünket, ott megfordult a kormánypárti és az ellenzék is, a kicsi és a nagy is. Mert úgy gondolták, hogy ezt jelenti a sajtószabadság, ezt jelenti az embereknek a joga arra, hogy lehető legtöbbet tudjak a bennünket körbevő társadalmi viszonyokról, a politikáról és az életről. Tehát nem támadni kell Brauer Pétert, nem megsemmisíteni, kilakoltatni kell a heti televíziót, hanem ellenkezőleg meg kell védeni. Akkor van arra tudomás, hogy esetleg más politikai szegmens vagy más politikai párt is szót emelt érte, kiállt érte? Én nem tudok erről, de nagyon remélem, hogy azért Brauer Péter nem marad egyedül ebben a küzdelemben, és itt vagy ott, de mindenképpen megtartja azt a helyet, és továbbra is fog a televízió működni, valamennyi megelégedésre. Elnök úr, köszönöm szépen a válaszait, köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimet, kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Javaslom, kövessenek minket továbbra is az interneten, találkozunk a következő beszélgetésünkkor. Viszontlátásra!